Több száz ember gyűlt össze Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületében, a KMKSZ által szervezett 56-os megemlékezésen. A rendezvény főszónoka Gulyás Gergely volt, a Fidesz országgyűlési képviselője. Egyrészt azt nyilván látni kell, hogy az 1956-os forradalom nem csupán Magyarország, hanem magyar nemzet egészének ünnepe, és éppen ezért, ha nemzeti összetartozást fontos értéknek gondoljuk, akkor csak abból indulhatunk ki, hogy meg kell őrizni 1956 értékét. Ezek azok nemzeti ünnepek, amelyek egy nemzetet összetartanak, és azok a közös értékek, amelyekben bárhol a világon magyarok élnek, valamennyien osztoznak. A megemlékezésen Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke elmondta, a kárpátaljai magyarságnak napjainkban is harcolnia kell megmaradásáért. Kárpátalján a magyaroknak a magyarság megtartásának elvont eszméjéért konfliktusokat kell vállalni, olyan az itteni hatalom által egyáltalán nem támogatott dolgokért kell kiállni, mint a Tisza mellékjárás, magyar tankerület, és muszáj küzdeni azért is, ami elvileg van, például a nyelvtörvényért, amely jó lenne, csak éppen nem tartják be. Ukrajnában egyre több házaspár dönt úgy, hogy az első után nem vállal több gyermeket. A hivatalos statisztikák szerint a családok kétharmada egygyermekes. Jelent meg a kijevi sajtóban. Az adatok szerint tavaly egy termékeny korban lévő nőre átlagosan 1,3 gyermek jutott. Ezzel szemben a demográfusok szerint ahhoz, hogy Ukrajnában a lakosság lélekszáma ne csökkenjen, egy anyára átlagosan legalább 2,1 gyermeknek kellene jutnia. Ha ez a tendencia folytatódik, Ukrajna mostani mintegy 45 milliós lakossága 20 év alatt optimista becslések szerint is 3 millióval csökkenhet. Kedvezőtlenebb esetben akár 7 millióval is kevesebb lehet a népesség. A kijevi sajtó által közölt adatok alapján az egygyermekes családok aránya 13 év alatt 60%-ról 76%-ra emelkedett, a több gyermekes családok aránya pedig jelentősen csökkent. Miért ütött ki ez a háború? Miattam. Na, akkor álljátok vissza, hamar küzdjetek meg a feleségemért is. Hatalmas közönség sikert aratott a Nemzeti Színház Tamási Áron Vitézlélek című darabjával kárpátaljai turnéján. A társulatot Ungváron, Munkácson és Beregszászon is teltház és vastaps fogadta. Igazgatói kinevezése óta a kárpátaljai származású Vinyánszky Attila most rendezett először a helyi közönség előtt. Az embernek nem szabad elfelejtenie, hogy honnan jött. Ezért én nagyon-nagyon fontosnak tartottam azt a eseményt megszervezni, hogy eljövünk ide, Beregszász, Ungvár, Munkács, Beregszász, ott két előadás. Ezzel is szeretném köszönetet kifejezni azokért a nem könnyű évekért. Ugyan én nem szakadtam el Beregszásztól, de úgy gondolom, hogy Beregszász nélkül nem lehetne most ez itt, és nem lehetnék én most itt. Vinyánszky Attila igazgatóként kiemelten foglalkozik azzal, hogy a budapesti nemzeti az egész nemzet színházává váljon. Ezért a jövőben rendszeresen befogadnak majd vidéki és külhoni előadásokat Budapesten, valamint ők maguk is rendszeresen turnéznak majd Magyarországon és a határon túl is. A kárpátaljai turné is ennek a gondolatnak a jegyében zajlott. Egy sor helyre hívnak az elkövetkező hónapokban. Komáromba fogunk menni, Magyarországon, Debrecen, Nagykanizsa, sok-sok helyre, de Székelykeresztúrba is. Tehát ez alaptevékenységünk nagyon-nagyon fontos része. Azt hangsúlyozzuk, hogy együtt vagyunk, hogy egyek vagyunk, egy egységes magyarság része minden el leszakított terület, egy egységes kulturális élet része az egész. A főszerepet a szintén kárpátaljai Trill Zsolt játszotta, aki ugyancsak most debütált a hazai közönség előtt azóta, hogy a nemzeti színésze lett. Mi azért a Beregszászi Színházból, meg aztán Debrecenből is elég sokat jöttünk, mentünk a világban, meg Magyarországon, meg a magyar lakta területeken. Azért ezt már régen megtapasztaltuk, hogy van különbség néző és néző között. De hát ezért szép, hogy meg kell dolgozni mindenkiért. Már voltunk Szatmáron, most jöttünk Beregszászba, ez mindannyiunknak nagyon fontos. Mert van egy olyan érzet az embernek, hogy összetartozunk, és nincsenek határok, és tényleg nincsenek. A kárpátaljai vendégszereplés után a Nemzeti Színház Debrecenben lép majd fel Tamási Áron Vitézlélek című darabjával.